jelentkezünk. Megújult. Gázrobbanás, lakhatatlanná vált egy ház Tolnamözsön. Advent első vasárnapja, Tolna megye szerte a karácsonyvárás kezdetét ünnepelték. Kettős ünnep Bonyhádon, átadták az új rendezvényteret. Écvilágnap, Európában csökken a betegek száma. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Lakhatatlanná vált egy családi ház Tolnamözsön, mert vasárnap a konyhájában felrobbant egy PB gázpalack. Az ingatlanban egy özvegy férfi és a lánya lakott. Hogy mi okozta a balesetet, nem lehet tudni. A háznak kidőlt az egyik tartófala, amit a tűzoltóknak kellett megtámasztaniuk. Az ablaktokot is kiszakította a detonáció a falból, a keret az utcán a földön hevert, a PB gázpalack az épület konyhájában robbant fel, majd ugyanitt keletkezett tűz is. Megégtek, azt mondom, meg van a kékbe. Ez az utcabeli nő végignézte, hogy a mentők ellátták a házban élő özvegy férfit és a 20-as éveiben járó lányát. Ketten laktak az ingatlanban, amihez 2006-ban a már akkor is nehéz anyagi körülmények között élő férfi önkormányzati segítséggel jutott hozzá. Sokan voltak, kettő tűzoltó volt. Sokan voltak, rengetegen voltak. És akkor még égett az egész minden, ott túlsó felén a ház, mert hátul elkapta. A lángokat tolnai és szekszádi tűzoltók fékezték meg, ám a ház még a gyors beavatkozás ellenére is lakhatatlanná vált. A ház ablakai kitörtek, a tartófal sérült, ez kidőlt a szomszéd udvara felé, amit a szekszádi hivatásos tűzoltók támasztottak meg. Lakosságvédelmi intézkedésre volt szükség az eset kapcsán, a ház lakóit ideiglenesen ismerősöknél helyezték el. Hogy a férfi és a lánya mikor költözhetnek vissza az ingatlanba, azt egyelőre nem lehet tudni. Információink szerint már mindkettőjüket kiengedték a kórházból. A MOL 2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj literenkénti árát szerdán. A mérsékléssel a benzin átlagára 351 forint, a gázolai 393 forint lesz. Az árak legutóbb pénteken változtak, a benzin akkor 3, a gázolaj 6 forinttal lett olcsóbb. Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár azt mondta, a biztonságérzetet akarják növelni azzal, hogy az ünnepekre tekintettel az esedékesnél korábban juttatják pénzhez az érintetteket. Advent első vasárnapján hivatalosan is kinyitott a kapuit Szekszárd leghosszabb rendezvény sorozata, a Szekszárdi Advent. A programok több mint 3 héten keresztül zajlanak majd a Béla Király téren és a helyi Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezők azt mondják, hogy a januárig tartó rendezvények közül minden korosztály talál magának megfelelőt. Helyi általános iskolás diákok színpadi pásztorjátékával kezdődött meg hivatalosan is Szekszárd leghosszabb egybefüggő rendezvény sorozata, a Szekszárdi Advent. 3, 2, 1! A műsort aztán a város polgármesterének köszöntője, majd a Béla Király téren felállított karácsonyfa fényeinek meggyújtása követte. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt mondta, a több mint 3 héten át tartó adventi programsorozattal elsősorban a gyermekes családoknak akarnak tartalmas időtöltési lehetőséget kínálni. Ez a programszervezésnek a célja, amit ebben a 3 hétben idehoztunk a város központjával, az önkormányzati Babits Kulturális Központ közösen, hogy a családok évéhez való kapcsolódás jegyében olyan eseményeket hozzunk ide, amikor elsősorban a család valamennyi tagja ebben a felemelő időszakban egy kicsit lelassítva a mindennapok rohanását, jobban oda tud figyelni magára, oda tudnak figyelni egymásra. A gyerekek a legjobban a téren felállított szalmalabirintust és a népi játszóház mászókáit élvezték. Csak pár perce jöttünk, úgyhogy sok mindent még nem próbáltak ki a lányok, de a szalmát az elsősorban az volt az elsődleges hely, ahol játszottak. Most pedig ők még felfedezik a
játékokat. A következő hetekben ugyanúgy, mint tavaly idén is rengeteg program várja majd a Béla Király térre és a helyi Babits Mihály Kulturális Központba ellátogatókat. Hétköznaponként és hétvégente a helyi civil szervezetek és vendégfellépők tartanak kulturális és jótékonysági rendezvényeket. Az adventi vásárban pedig a városban élő iparművészek és kézművesek várják a vendégeket. 475 millió forint top forrásból készült el Bonyhádon a művelődési központ melletti park és szabadtéri rendezvénytér. Idén már itt tartják a völgységi adventet, és egészen karácsonyig minden szombaton színpadi fellépőkkel és programokkal várják az érdeklődőket. Büszke lehet minden itt lakó, hogy Bonyhád olyan értékeket hozott létre ebben a folyamatban, amely szép, jó, és ennek a közösségnek azt gondolom a segítségére hasznára válik. Szombaton délután adták át Bonyhád új rendezvényterét a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögötti területen. Az eseményen Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, jó látni, hogy a top forrásokból valódi értékek teremtődnek megyeszerte. Ilyenkor érzi az ember, hogy egy közösséghez tartozik, és egy közösségnek érdemes ilyen dolgokat létrehozni, erre érdemes pénzt fordítani, és itt Bonyhádon jól mennek a dolgok mostanában, úgy veszem észre. Két éves folyamat zárult le a hétvégi átadóval, egyben új fejezet is kezdődik Bonyhád életében a közösségi városi programok tekintetében. Ez a szabadtéri színpad és környéke 475 millió forintos támogatással egy toppos pályázatnak köszönhetően készült el. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nyári nagy rendezvényeket, de az egész évi rendezvényeket itt kulturált környezetben lehessen megrendezni. A rendezvénytér elnevezésére a város vezetése várja a lakosok ötleteit, a végleges nevet szavazás útján döntik majd el. Bonyhád elhelyezkedése, maga a város szerkezete olyan, hogy nem volt olyan főterünk, olyan rendezvényterünk, ahol csak mi lakosok lehetünk, autóforgalom nélkül, hiszen minden tér a városban valami épület köré épült, és autóút övezi. Ezért szerettük volna ezt a teret úgy megalkotni és úgy létrehozni, hogy nagyon sok funkciót tudjon betölteni. Az új teret Aradi András evangélikus esperes, Vigand István katolikus plébános és Mészáros Zoltán református lelkipásztor áldotta meg. Ezt követően zenés műsorral és adventi vásárral várták az érdeklődőket. Ezzel pedig kezdetét vett az első völgységi advent, amire egészen karácsonyig várják a látogatókat. Tolna megye több településén is adventi programok és a karácsonyvárással kapcsolatos rendezvények zajlottak a hétvégén. Volt, ahol mézes kalácsfalut sütöttek a helyiek, máshol a városi adventi gyertyák fénye gyúlt fel, sőt néhány kisgyerekhez már a Mikulás is megérkezett. Pakson a városközpontban hétvége óta színes adventi forgatag várja a helyieket. Péntekenként gyerekprogramok, hétvégente pedig koncertek és a helyi egyesületek programjai váltják egymást. Vasárnap az első adventi gyertyát a város polgármestere gyújtotta meg. Nekem olyan ennek a helynek a hangulata, mint egy kis családi konyha, ahol szűkösen vagyunk ugyan, mégis mindenki megtalálja benne a helyét, mert a betérő családtagok otthon érezhetik magukat. Dunaföldváron is meggyújtották az első adventi gyertyát a városközpontban felállított koszorún. Itt karácsonyig minden vasárnap más és más civil egyesület látja vendégül a helyieket. Mi már itt a béketéren, amit felújítottunk az idén, és ebben az új szép környezetben van, 2012 óta tartunk itt adventi vásár tulajdonképpen, vagy ilyen adventi összejöveteleket a városlakóknak. Mind a négy adventen másik civil egyesületünk vállalja a vendéglátást. Most az első menetben a Dunaföldvár Sárga Pincé és Gödör Egyesület az első vendéglátó, és a következőkben majd a Kertbarátok, a Máltaiak, és majd van egy másik csoportunk, a borlovagok, ők is fogják vendégül látni még a dunaföldváriakat. Bátaszéken a helyi könyvtárban már a Mikulás is megérkezett szombaton délelőtt. Közel 40 éves hagyománya van annak, hogy a könyvtár munkatársai a nagyszakállóval együtt megajándékozzák a helyi gyerekeket. Nagyon aranyosak, és minden évben jön hozzájuk új és új, de a régiek közül is vannak. Mi volt a zsákban? Láttam, mindenki kapott valamit. Hát általában kifestők és könyvek. Gyönkön a helyi evangélikus templomban a Német Egyesület tagjai mézes kalácsból készítették el városuk kicsinyített mását. Az alkotásokon több mint 30-an dolgoztak heteken keresztül. Jótékonysági célra ajánlottuk fel a maradék mézes kalácsot. Van, aki visszakéri,
van, amelyik, amit a gyerekek csinálnak, természetesen azok az osztályok kapják meg, de a rászoruló gyerekek kapják meg. December 19-én lesz egy ünnepség Gyönkön. Az adventi időszak alatt Tolna megye szinte valamennyi településén az ünnepvárással kapcsolatos programok váltják majd egymást. Közeleg az Emberfia címmel hetedik alkalommal szervezte meg a Pécsi Egyházmegyével karöltve a Szent József Iskola Központ a Dzsida Jenő szavaló versenyt. Szombaton a szekszárdi katolikus plébánián közel 60 óvodás és kisiskolás állt ki a közönség elé egy-egy magyar költő istenes vagy témájában a karácsonyhoz, adventhez kötődő versével. Mikor újongva nevet a kéki, és eszellő, mégis ezer szizegű halott levélkét takarít. A korosztályukhoz mérten komolyabb verseket is hallhattunk az általános iskolás versenyzőktől a Dzsida Jenő szavaló versenyen Szekszárdon a katolikus plébánia közösségi házában szombaton. A közel 80 óvodás és iskolás 10 különböző iskolából érkezett, a Szent József Iskola Központ rendezi meg évről évre a Dzsida Jenő versmondó versenyt. Ezelőtt 7 esztendővel az én ötletem volt ennek a versenynek a megindítása. Igazából az volt, kettős célom volt, az egyik az, hogy ezt az adventi időszakot, ami a mi iskolánkban egy kiemelten nagyon fontos és különös hangulatot árasztó időszak, azt még egy picit emeljük azzal, hogy a gyerekek adventhez, a hithez, illetve magához, karácsonyhoz kapcsolódó verseket hoznak. A másik cél, hogy a gyerekek objektív értékelést kapjanak a teljesítményükről, ezért hívnak a zsűri elnökének valamilyen országos hírű színészt évről évre. 3 évvel ezelőtt láthattuk először Szekszárdon Mikó István Jászai Mari díjas színművészt a zsűri elnökeként. A felkérésnek idén is örömmel tett eleget, mint mondta. Már az nagy dolog, hogyha valaki kiáll és elmer mondani egy verset manapság, az a legnehezebb dolog. Az, és hogyha még valakinek az is sikerül, hogy pontosan, érthetően, értelmesen és szépen beszél, nyilván annak több esélye van, de mindenki, aki itt volt, nagyon helyes és nagyon, nagyon szép dolog ez, hogy vállalkoztak erre. A szombati megmérettetésre magyar költők adventhez és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó bármilyen tárgyú istenes verssel nevezhettek. A tavaly alapított Dzsida Jenő emlékérmet a kiemelkedően magas színvonalú szavalatokért vehették át a gyerekek. December 1-jét 1998-ban az Egészségügyi Világszervezet nyilvánította az AIDS elleni küzdelem világnapjává. A cél, hogy 2030-ra megakadályozzák a vírus terjedését. Jelenleg nagyjából 37 millió HIV-fertőzött él a világon, de Magyarország ebből a szempontból a kedvezőbb járványügyi helyzetű országok közé tartozik. Freddie Mercury, Anthony Perkins, az kifi atya Isaac Asimov, vagy a világ egyik legismertebb topmodellje Gia Galangit. Mindannyian az AIDS áldozatai lettek. 1987 és 2002 között Tolna megyében 336-an vesztették el életüket az AIDS következtében. 2018-ban 11 ember életét követelte a kór. És 27 HIV-fertőzöttünk van. Most igen. Raus Ágota főorvos véleménye szerint csökkenőben van a betegek száma Tolna megyében, köszönhetően a megfelelő propagandának. Statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az AIDS-ben megbetegedettek száma egyre inkább csökken, viszont az afrikai országokat tekintve ez nem mondható el, főleg a Szaharától délre eső országokban, hát nagyon fontos megemlíteni, hogy ott az AIDS még sajnos nagyon nagy számban jelen van, és ez okozza talán azt, hogy az egész világra tekintve a halálokok száma közül a hatodiknál szerepel az AIDS. Magyarországon Tolna megyében van a legkevesebb nyilvántartott beteg. A legtöbben Budapesten élnek, vidéken pedig Pest és Fejér megyében. A regisztrált fertőzöttek között lényegesen több a férfi. Az emberek, mondja Raus doktornő, hajlamosak összekeverni a HIV-fertőzést az AIDS-szel. A HIV-betegség, és, tehát a HIV-hordozás, a HIV-pozitív hordozás és az AIDS-betegség közt azért óriási különbség van, hiszen ha valaki HIV-pozitív, akkor akár ha szedi a gyógyszereit, amik most már nagyon modernek, és gyógyszerkombinációban szokták adni a betegeknek, akkor hosszú ideig, akár évtizedekig is elélhetnek, és akár visszanyerhetik eredeti immunstátuszuk, és ez a halálokat is jól befolyásolja. Hogyha viszont azt nézzük, akkor az AIDS betegségben így ennek megfelelően akár AIDS stádiumban is hosszan elélhetnek az emberek.
Az egészségügyi világszervezet célja, hogy 2030-ra megállítja a világban az AIDS terjedését. Általános iskolás diákoknak tartottak nyílt napot a bátaszéki II. Géza gimnáziumban szombaton. Az intézmény iránt érdeklődő gyerekek és a szüleik egy rövid tájékoztatás után tanórákra ülhettek be. Többen közülük már a tanárok által oktatás közben feltett kérdések némelyikére is tudtak felelni. Sümegi József a gimnázium igazgatója azt mondta, náluk elsősorban az idegen nyelv és az informatikai oktatásnak van komoly hagyománya. Sportnapot tartottak szombaton a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola pedagógusai és tanulói. Játékos vetélkedők, akadályversenyek, hangos szurkolás töltötte be Bonyhádon a sportcsarnokot, ahol egész délelőtt zajlott az alsó tagozatosok vetélkedése. Több százan vettek részt a sportnapon. Változatos játékot hozott a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság őszi utolsó előtti fordulójának rangadója. Az első helyezett Tolna VFC-t fogadta a második Tamási. A hazai csapat a mérkőzés nagy részében uralta a középpályát, és ez döntőnek bizonyult. Két kapufa után a második félidőben a győzelmet érő találat is megszületett. Tamási Tolna 2-1, ezzel a Tamási visszavette a vezetést a táblázaton. Egy ponttal előzik meg a Tolnát, kettővel a Bonyhádot. Regionális híreink következnek. Magyar falu program, jövőre indul a fejlesztés sorozat 150 milliárd forintból. Cél a hátrányos helyzetű települések fejlesztése, megalakult a Baranya megyei felzárkózási fórum. Erős Európai Unióra van szükség, Szijjártó Péter külügyminiszter Siófokon tartott előadást. Családi otthonteremtési kedvezmény a falusi életet választó fiataloknak, önkormányzati feladatellátási támogatás és a falusi útalap létrehozása. Ezeket is tartalmazza a jövőre induló Magyar Falu program. A fejlesztésekre mintegy 150 milliárd forintot fordít a kormány. A pályázati lehetőségekről és a program részleteiről elsőként somogyi polgármestereket tájékoztatott Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Nálunk egy nagyon jó működő iskola van, amit fel kell újítani. A szomszéd épületet meg kell vásárolnunk, a régi TSZ irodát, amiből szintén szeretnénk tantermeket kialakítani, hogy az oktatást bővíteni tudjuk, és a színvonalat is tartani tudjuk. Ezeket is megvalósítaná Szenna a közeljövőben. A somogyi település 13 pontból álló programot állított össze, amelynek célja, hogy helyben tartsa a fiatalokat. A magyar kormány egyik legfőbb törekvése, hogy a vidék megtartó erejét növelje. Ezt segíti elő a jövőre induló Magyar Falu program is. Többletforrásokat, több pénzt kínálunk azoknak a fiataloknak, akik szülőfalujukban szeretnék megtalálni a boldogulásukat, azaz otthon maradnának a falvakban, és ott teremtenének otthont, illetve alapítanának családot. Vagy éppenséggel, ha már elköltöztek akár csak ideiglenes szándékkal a falujukból, de szívesen térnének haza, akkor erre vonatkozóan az ebéli terveiket megtámogatandó jelentősen többlet támogatást biztosítunk ezeknek a fiatal családoknak. Családi otthonteremtési kedvezmény a falusi életet választó fiataloknak, önkormányzati feladatellátási támogatás, a többi között ezeket is tartalmazza a jövőre induló program. Emellett egy falusi útalapot is létrehoznak, amelyben az alsóbrendű utak felújítására mintegy 50 milliárd forintot fordítanak. Itt hosszú távon közösségi közlekedés fejlesztéssel mindenképpen szeretnénk foglalkozni. 2019-ben már az egyéni közlekedés tekintetében jelentős javulást tudunk elérni egy 50 milliárdos mellékúthálózat fejlesztési program segítségével, amelynek köszönhetően legalább 430 kilométernyi 3, 4 és 5 számjegyű út újul meg Magyarországon. A Magyar Falu programra összességében mintegy 150 milliárd forintot fordít a kormány hazai forrásból 2019-ben. Infrastrukturális fejlődés, bölcsöde és óvoda felújítás, gazdasági fellendülés. Többek között ez a célja az újonnan megalakult Baranya megyei felzárkózási fórumnak. Az alakuló ülésen elhangzott, fontos, hogy a térség hátrányos helyzetű településein minél magasabb életszínvonalat biztosítsanak. Felzárkózási fórum alakult Baranyában. A helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan a tagok a térség településein élőket segítik, így biztosítva életminőségük javulását. Az alakuló ülésen Madaras Zoltán köszöntötte a résztvevőket. A Baranya megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a projektek központjában az ember, illetve a közösségek támogatása áll. Számos szakterületre vannak területek,
Baranya megyének feltett szándéka, hogy a megye kiemelkedő értékei ebben a munkában is szerepet kapjanak. Gondolok itt az oktatásra, kultúra szerepére, az agráriumra, és sorolhatnám. Az ülésen Nagy Csaba osztotta meg gondolatait a fórum tagjaival. Az országgyűlési képviselő elmondta, szeretné, ha egy olyan szakmai anyag készülne, ami felméri és bemutatja azt, hogy milyen területeken szenvednek hiányt a megye lakosai. Gondolok itt akár az internetellátásra, amiről most jelentősen előre fogunk lépni, akár a telefonhálózatellátásra, hiszen nagyon sok helyen nálunk a falvainkban még nincsen térerő például, hogy hogyan és mi módon tudnak munkához jutni, a munkahelyre való bejutás vonatkozásában milyen problémáik vannak, hogy tudnak ügyeket intézni, milyen nehézségek állnak előttük, illetve hát társadalompolitikai szempontból mi az, ami a felzárkóztatási programok vonatkozásában előnyt kell, hogy élvezzen, gondolk itt például a szakmák, illetve a betanított munkák tanítására is. A fórum célja, hogy a gazdasági, társadalompolitikai, illetve szociális értelemben hátrányos helyzetű településeken minél magasabb életszínvonalat biztosítsanak. Magyarországnak erős Európára és erős tagállamokra van szüksége, erről beszélt Szijjártó Péter Siófokon. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, jelenleg az egyik legnagyobb kihívást a migráció jelenti, amely megingatja az országok biztonságát. Az elmúlt években mintegy 1,5 millió illegális bevándorló érkezett Európába, mindenféle ellenőrzés nélkül, így megnőtt a terror veszély is. Erős tagállamokra épülő erős Európai Uniót akarunk, olyan tagállamokat akarunk látni, amelyek erősek, amelyek ragaszkodnak a saját történelmi, kulturális, vallási örökségükhöz. A nyugat-európai országok azonban ráerőltetnék a többi tagállamra az illegális bevándorlók befogadását. Ez jelenti jelenleg a legnagyobb kihívást Európa számára. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Siófokon. A politikus hozzátette, hazánk erős uniót akar, ez azonban veszélybe kerülhet. Azért, mert nyugat-európai országok azt gondolják, hogy a saját munkaerőpiaci meg demográfiai kihívásaikat migrációval kell megoldani, ezért gyakorlatilag lesöprik az asztalról a keresztény hagyományokat meg a keresztény örökséget. Ezt nem szabad hagyni, nekünk itt Közép-Európában ragaszkodnunk kell a keresztény értékekhez. Hát én azt gondolom, hogy egy gyökereitől eltávolodó, az örökségét maga mögött hagyó, azzal már nem foglalkozó Európa nem lehet erős. Januártól a Pécsi Egyházmegyében is szervezett keretek között fog zajlani a kórház lelkészi szolgálat. Erről írt alá együttműködési megállapodást a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Tudományegyetem. Az év elejétől rendszeresen ellátogatnak minden pécsi kórházba az egyházmegye önkéntesei, emellett egy telefonos ügyfélszolgálatot is működtetnek december 1-től. Ez a kápolna a 400 ágyas klinika épületében kapott helyet pár évvel ezelőtt. Januártól viszont nem csak az itt elmondott imák fognak segíteni a betegeknek, hiszen rendszeresen látogatnak el minden pécsi kórházba az egyházmegye önkéntesei, hogy a betegeket megszólítsák, akik igénylik, azokkal beszélgessenek és imáikkal is támogassák őket. Erről írt megállapodást pénteken délelőtt a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyházmegye. Lehetőséget kívánunk biztosítani mind a betegeknek, pedig a hozzátartozók és az intézmények dolgozói számára is, hogy hitükben tudjanak megerősödni, és tényleg azt az embert szolgálni, akik mi magunk vagyunk. Mindemellett a Pécsi Egyházmegye egy telefonos ügyfélszolgálatot is működtetni fog december 1-től. Az egyetemnek is fontos, hogy a gyógyító tevékenység mellett a betegek egyéb igényeire is odafigyeljenek. Az egyetem és az egyházmegye közötti együttműködés nagyon hosszú idő óta fennáll, 1367 óta fennáll tulajdonképpen. De szerintem nagyon helyes az, hogyha közös célokat tűzünk ki. Nyilván a jelen pillanatban egy olyan ügy mentén tűztünk ki közös célokat, amelyek mind a két szervezet számára fontosak, ugye nyilván a püspökség számára érthetően spirituális okokból, az egyetem számára meg talán ugyanezért. Az együttműködési megállapodást Udvardi György megyés püspök, Gabriel Róbert rektor helyettes és Jenei Zoltán az egyetem kancellára látta el kézjegyével. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Gázrobbanás, lakhatatlanná vált egy ház Tolnamözsön. Advent első vasárnapja, Tolna megye szerte a karácsonyvárás kezdetét ünnepelték. Kettős ünnep Bonyhádon, átadták az új rendezvényteret. Écvilágnap, Európában csökken a betegek száma.
Kedden további enyhülésre van kilátás, már a plusz 10 fokot is meghaladhatja a maximum hőmérséklet. Napközben fokozatosan vékonyodik, csökken a felhőzet, miközben északnyugatira fordul és erősödni kezd a szél. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!